Mit gondoltok, mi volt előbb, az analóg vagy a digitális jel továbbítás? Nos, aki a digitálisra szavazott, az jól tippelt. A tengeren a fényjelzés vagy a füstjelekkel való kommunikáció is van jel, nincs jel alapon történik. Elektronikus úton a jelszintet, a frekvenciát vagy az amplitúdóban beállt változásokat figyeljük. Morse 1837-ben mutatta be a telegráfot és vele a Morse kódot információ átvitelére. Ekkor még az idő, amihez képest a változásokat figyelik, még nem volt kötött. A sebességet az emberi tényező határozta meg. Ezt az időegységet elemi időnek nevezik. Az egy elemi idő, a ti, a rövid jel. A hosszú jel, a tá, három elemi idő. Kellett egy szünetjelző, ami általában 7 elemi idő. A következő lépésekhez már szükség volt néhány másik találmányra, például Bell telefonjára. A Telex, Telegraph Exchange rövidítése. Telefonvonalon továbbítja az üzenetet. Sok újítást vontak össze, lyukkártya írás és olvasás, írógéppel való nyomtatás, automata küldés és fogadás. Ez a Telex gép az egyik legelterjedtebb. 1958-tól 90-ig gyártották a Siemens T100 licensze alapján. Sikeresebb lett, mint a Siemens eredetie. Borojovka Bruno, egy még létező cseh cég, abban az időben lőszertőr a motorokig mindenfélét gyártottak. A T100 5-bites bótkódot használ, 60 szó per perc továbbítási sebessége. Tulajdonképpen egy írógép telefon és egy lyukkártya író-olvasó van benne. És akkor amikor ez így forog, akkor tulajdonképpen ezzel olvassa le. Itt ezek a kis részek. Ezt az 5-bites lyukszalagot Bode vezette be, 1874-ben szabadalmaztatták. 2 az 5-en, vagyis 32 karakter megjelenítésére volt képes. 3-2 osztású, középen a szalag továbbításhoz szükséges lyukak vannak. Most látszik, hogy ez azért kín van, egy kicsit nem van. Mondtad itt így. Itt vannak a fülecskék, ugye ezek mindegyik egy-egy lyuknak megfelelő információt tud feldolgozni, és utána ugye ezen a csatlakozón keresztül vitt el ezeket a biteket. Ő volt az olvasó. Ő az író. Tehát ő ugye így jön, innen jön a gépből, és akkor itt így, itt van ugye föltekerve, és akkor ugye ezek lukasztják. Uh-huh. Ezek lukasztják. Megfelelő pozícióba. És akkor ugye itt van a lukasztási hely. Igen. Hát ott jelenik meg elük. Itt alulról, itt látszanak az érintkezők. Uh-huh. Ugye látod, van a itt a második, a harmadik, az a kis luk, uh-huh. Az folyamatosan megy. Egy két első, meg a másik három, az pedig ugye a kódnak megfelelő. Uh-huh. Hát azok a... Hát ez a adója. Az a lelke az egésznek. Az itt van bent ebbe a dobozba, több minden mással együtt. Összeköthetőek úgy is, hogy amit az egyiken írunk, az rögtön megjelenik a másikon, vagy pedig egy előre beírt szöveget a lyukkártya alapján át lehet egyszerre küldeni a másik gépre. Nyilván, hogyha elég messze voltak egymástól, akkor ez utóbbi megoldás volt általában. Ez meg a húzt, azt meg, hogyha rámész.
karakter volt. Ez volt a múlás. Dollár. Onnantól, ott is. Ennyit lekérdezem. Ez az ő azonosítója.